Egymás mellett sorakoznak a méhkaptárok ebben a nyíregyházi méhészetben. Főként nyáron dől el az, hogy egy évben mennyi mézet termelnek a méhek. A családok egészséges fejlődéséért azonban egész évben tenniük kell a szakembereknek. A beporzók védelme érdekében az Agrárminisztérium egy 10 milliárd forintos keretösszegű pályázatot hirdetett meg, amelyre július 19-éig tarthatnak igényt a szakemberek. Egy méhész 15 eurót kaphat évente egy méh családért, ha az elegendő méz termel. Ami feltétele, hogy 2020 évben a TIRNÁR rendszerben rögzített méh családjai után tudja a méhészet igénybe venni, és azt kell, hogy ezáltal vállalja, hogy ebbe a 2,5 évbe ezt maradéktalanul minden körülmények között fenntartja ezeknek a méh családoknak a számát. Mint ahogy a nevéből is ered, még egyszer ismételve, végül is a méh családoknak könnyíteni kell az életét. Itt azért vannak olyan előírások, ahol a méh családnak kötelezően, ellenőrizhetően benne kell hagyni a minimum 4 kiló mézet. Ez minimum, ez nem azt jelenti, hogy többet nem lehet. Itt azért a méhésznek be kell jelenteni előtt, hogy mikor fog pergetni, és akár az államszincstár, akár a nébik ezt ellenőrizheti. Hazánkban körülbelül 15 ezer méhész tartanak nyilván, a pályázat 10 milliárd forintos keretösszege pedig körülbelül 7500 országos méhész egyesületi tag támogatásához elegendő. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 1500 bejegyzett szakember dolgozik a szektorban. Az ugyanakkor Hók József szerint kérdéses, hogy a pályázat feltételei mennyire lesznek vállalhatóak ebben a térségben. Minden évben birkozunk itt a tavaszi pusztulással. Az, hogy úgy jön az akász, hogy nem tud a méh család felkészülni, összepakoljuk a méh családokat. Azt, amit a méhész vállal, mindegy, hogy most össze kell, hogy pakolja a méh családjait, vagy esetleg veszteség van, ezeknek a méh családoknak, amit vállalt az ember, meg kell, hogy legyen. Itt azért sokan elgondolkodnak rajta, hogy mit is merjünk bevállalni, azért a mi területünkön, de országosan mondhatjuk, hogy elég sok a mérgezés. Sajnos, amivel birkoznunk kell, nem lehet mérgezésre hivatkozni, akkor vissza kell, hogy fizetjük adott időszakra elnyert pályázati összeget. A jelenlegi időjárás sem könnyíti meg a méhek és a méhészek helyzetét. A két hónapja tartó asszály miatt például a napraforgó magassága a felét sem éri el az ilyenkor szokásosnak. Az pedig a közeljövő kérdése, hogy a növény fog-e tudni nektárt biztosítani a beporzóknak.